Közös nyárköszöntő koncert helyszíne volt a napokban az Arácsi Népház. Tavaly indult a Városi Vegyeskar kezdeményezése, ahol nem csak ők, de mindig egy vendégkórus is fellép a közönség előtt. Ezúttal a Palóznaki kórust hívták szereplésre. A Városi Vegyeskart másfél éve Zemenné Horváth Orsolya karnagy irányítja. A június 9-i koncertet is felkészülés előzte meg. Kiválasztottuk a darabokat, igyekeztünk minél többfélét választani, és azokra legjobb tudásunk szerint felkészülni. Úgy vagyok vele, hogy teljesen mindegy, hol szerepelünk, a közönség mindenképp megérdemli azt a tiszteletet, hogy a tudásunk javát nyújtsuk. Műveket elsősorban nyilván annak alapján választottunk, hogy ez egy könnyed nyári koncert. Emellett azért elhangzanak ennek kontrasztjaként kicsit komolyabb művek is. Úgy gondolom, hogy ha nagyon happy-k vagyunk fél órán keresztül, az azért egy kicsit már egysíkúvá válik. Ezért inkább több színű, sokszínű műsort választottunk. Ezen kívül van egy olyan szokásom, hogy néha szeretem egy kicsit kibillenteni a saját magunkat is, és a közönségemet is a magunk kis komfortzónájából, tehát elhangzik olyasmi is, ami talán egy kicsit szokatlan. Palóznaki kórus tiszta éneke jól ismert a térségben, számos felkérésnek tesznek eleget az év során, 7 művet hoztak a nyárköszöntő koncertre. A pünkösdi koncertünk pünköst előtti szombaton volt, nem olyan régen ezelőtt, és összeállt egy olyan 50-60 perces anyag, amiből tudunk itt most választani, és nyilván Orsi is azt kérte tőlünk, hogy nyár elejé hangulatot idézünk, megpróbáltunk mi is olyan darabokat választani, ami biztos, hogy megtetszik a közönségnek, és talán meg is tudjuk őket szólaltatni már, mint hogy énekeljenek velünk. Palóznakot közel 500-an lakjuk, nyilván a kórus tagjai nem csak paloznakiak, hanem környékbeli településekről, Füredről, Csopakról, Almádiból is járnak hozzánk énekelni. Heti rendszerességgel tartjuk a próbáinkat. Én annak örülök, hogy több mint 10 éve, 13-14 éve, hogy együtt vagyunk, és talán mindig tudunk valamit hozzátenni, amivel egy kicsit meg lehet újítani. Én azt gondolom, hogy ha erre nem törekednénk, akkor beleülhetnénk valami olyan hangulatban, ami nem visz előre, és akkor onnantól nem felfele ívelne a dolog. A kórustagok lelkesek, ezek a heti próbák jó hangulatúak, nyilván nem csak énekelünk, hanem akinek névnapja van, azt megköszöntjük, és nyilván utána pedig tudunk még beszélgetni. Szom, 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 szom. Oh,
A kórusoknak ez a fellépés az évadzáró koncertjük is volt egyben, most nyári szünetre vonulnak. Ősszel folytatódik a munka, jönnek újra a próbák és a felkészülés. A Palóznaki kórus októberben például Opátiában lép fel a Gesztenye Fesztiválon. Az arácsi közönségtől szombaton közös énekléssel búcsúzott a két kórus.